Kábítószerkereskedelem büntetével és új pszichoaktív anyaggal visszaélés büntetével is vádolja a Bács-Kiskunvár megyei főügyészség egy kereskedő láncolat 15 tagját. A vád szerint az ügy egyik vádlottja, egy kecskeméti nő először fogyasztóként került kapcsolatba drogokkal, majd a munkája elvesztését követően saját szükségletein felül rendszeres értékesítés céljából is szerzett be különböző típusú kábítószereket. A nő a fiain keresztül ismerte meg több bűntársát, egyikük kereskedőkkel is megismertette. Négyen sofőrként a szállításban segítették a kábítószerek átvétele érdekében rendszeresen Budapestre utazó anyát. A bűntársak titkosított, az üzenetek azonnali eltűnését biztosító alkalmazáson keresztül tartották egymással a kapcsolatot. A nő által beszerzett több mint 10 kg speedpor, 4500 darab ecstasy tabletta, valamint a marihuána és kokain hatóanyag tartalma meghaladja a különösen jelentős mennyiség alsó határának kétszeresét. A nő a drogokat jellemzően kétszeres áron adta tovább. Közel két év alatt 44 millió forint jövedelme származott a kereskedésből. Az ügyészség a bűnszövetség tagjaival szemben fegyházbüntetés kiszabását, valamint vagyonelkobzás elrendelését indítványozza. Bűnösségükről a kecskeméti törvényszék fog dönteni.